Izgatottan várják a gyerekek, hogy elkezdődjön a kutyás terápia a Bátaszéki Gondozási Központ szervezésében. Idén nyáron is 7 héten keresztül minden pénteken megtartják szokásos táboraikat. Ez most már minden évben visszatérő program nálunk, mert azt vesszük észre, hogy ami víz és ami állat, azt a gyerekek nagyon-nagyon élvezik, úgyhogy minden évben próbáljuk beépíteni ezt a programot. Azt vesszük észre, hogy a kutyák, az állatok sokkal inkább empatikusabbá teszik a gyerekeket, és egy olyasfajta kapcsolat, még hogyha csak 20 percig egy órán keresztül alakul ki a gyerekek és az állatok között, ami mondjuk a gyerekek és a gyerekek között nem tud kialakulni. Sokkal kedvesebbek, sokkal odafigyelőbbek, sokkal érzékenyebbek az állatokkal, mondjuk, mint sokszor, mint a gyerektársaikkal szemben. Nagyon fejleszthetőek ugye a gyerekek, és egy ilyen foglalkozást követően utána még azt veszük észre, hogy hetekig mondjuk erről az eseményről beszélnek, és hát nagyon fontos az, hogy megtanítsuk akár ilyen közvetett, vagy közvetlen módon, hogy hogyan kell bánni az állatokkal, amit esetleg remélhetőleg be tudnak építeni a mindennapjaikba is. Dióta 3 éves terápiás kutyát utánozzák a tábor résztvevői a program bemelegítő feladataként. Rajci Dóra elmondta, miért is tartják fontosnak és jó dolognak a kutyás terápiát. Elsősorban a gyerekek miatt, mert hogy nagyon jó hatással van rájuk a kutyaterápia. Maga kutya jelenléte is nagyon pozitív és ösztönző. Önbizalom erősítő, az állatokhoz való viszonyt is elősegíti, hogy megfelelő állattartók legyenek felnőtt korukban. Amúgy pedig az összes fejlesztési lehetőséget bele lehet vinni a foglalkozásokba, amit észre sem vesznek, és ez nagyon-nagyon pozitív hatású. Akár finom mozgás, akár nagy mozgás, mondjuk vezetik a kutyát, csipeszelnek, feladatokat végeznek, és mindegyikbe bele tesszük a kutyát, mint idézőjelben eszközt. És akkor vele együtt dolgoznak, így bármit megoldanak, amit mondjuk egy hiperaktív az én kérésemre nem biztos, vagy kevésbé türelmesen hajt végre. De ha a kezébe a póráz, akkor már nem is feladatként éli meg, nem is vesz észre, hogy megy az idő, és akkor pörögnek a feladatok. És jó, jobb a kedv sokkal, meleget is mondjuk jobban bírják. Amúgy is pedagógus vagyok, úgyhogy nekem ez alap, és így a kutya szeretet, meg a kutyákkal való foglalkozás így ötvöződik. Úgyhogy ez nekem az álmom szinte. Idén összesen 7 alkalommal szerveztük meg ezeket az alkalmakat. Ezek minden alkalommal pénteki napokra, estek és délelőtre. Ez általában 9 és dél közötti időintervallumot ölelték föl. Nyilván ezt már egy márciusban, áprilisban megkezdődő szervezési folyamat előzte meg, amikor összegyűjtjük azt, hogy mi az, ami fontos lehet a gyerekeknek, mire van jelenleg ugye a COVID-helyzet alatt lehetőségünk, illetve hát az anyagiak szempontjából sem utolsó, hogy mi az, amit meg tudunk ugye valósítani. Ez az 5. foglalkozás az idén, és még 2 vissza van. Állatsimogatóba és strandra terveznek még programot. A következő 2 alkalom buszos kirándulás lesz, ahova ugye limitáltak a helyek. Lehet jelentkezni, de nem tudom még most garantálni, hogy mindenki be fog férni, de általában azért meg szoktuk ezt oldani, igen. Mivel az önkormányzat hozzájárulásával a kis buszt használjuk ezekre az alkalmakra, ezért igen, ott azt hiszem 21 fő jöhetett ugye plusz a sofőr, és ugye 21 főben benne vannak a kísérők, akik általában azért viszonylag sokan vagyunk, a sokan, az még 3-4 fő, ezért van limit. De általában tele busszal megyünk, úgyhogy nincs sok üresedésünk. De ami helyben van programunk, az akár mekkora gyereksereget elbír, úgyhogy oda bármikor lehet jelentkezni. A foglalkoztatási napokat az iskolában is meghirdették még tanítási időben. Bárki jelentkezhetett, nem volt feltétel, hogy kapcsolatban legyen a gondozási központtal. Nem csak rászoruló gyerekek jönnek, tehát abszolút vegyes a társaság, sőt inkább azt veszük évről évre, hogy egyre kevesebben jönnek azok, akik igazán mondjuk rászorultak. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem engedik el a gyerekeiket a szülők, féltik, nem akarják elengedni más településre. Ha helyben van, akkor jönnek.
de most abszolút vegyes a társaság, ami egyébként szerintem nagyon pozitív, mert hogy lehet, hogy egyébként nem barátkoznának ezek a gyerekek, viszont itt a táborban összehozzuk őket, és hogy olyan programokat, olyan játékokat csinálunk, amelynek segítségével elfogadóbbakká válnak mind az egyik, mind a másik oldalról. A hátralévő még két programra is lehet jelentkezni, hogyha valaki meg tudja oldani az utazást, csatlakozhat a csapathoz augusztus 6-án az állatsimogatóban, vagy augusztus 13-án a Bonyhádi strandon.